Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés! Az előttünk fekvő adótörvénycsomag akár lehetne pozitív is, hiszen kevés paragrafus tartalmaz, kevés helyen változtat. Ez jelezhetné azt is, hogy végre kiszámítható gazdaságpolitikához értünk. A baj csak az, hogy összességében kiszámíthatóan halad a rossz irányba. Tovább pumpálja a jövedelmeket a szegényektől a gazdagok felé, erősítve ezzel az országot szétszakító jövedelempolitikát. Elsőként az egy kulcsos SZI a 16%-ról 15%-ra való csökkentéséről szeretnék szólni. Talán, hogyha sokszor elmondjuk, akkor valamikor majd kormánypárti képviselőtársaink meg fogják hallani ennek a következményeit. Tegnapi beszédében Orbán Viktor miniszterelnök úr azt mondta, hogy az egykulcsos SZI a rendszer alapja, és lehetetlen, hogy azt megváltoztassák. Azzal egyetértünk, hogy ez a rendszerük alapja, viszont elkerülhetetlennek tartjuk, hogy megváltozzon, mert az a politika, ami folyamatosan a szegényektől szivattyúz át jövedelmeket a gazdagok felé, egész egyszerűen nem fenntartható. Az LMP már akkor elkezdte ostorozni az 1%-os személyi jövedelemadó kulcsot, amikor önök ezt 2010-ben bevezették. Már akkor lehetett látni, hogy ez az 1%-os adó, jövedelemadó kulcs 500 milliárdot hagy a jobban keresőeknél, és 130 milliárddal megterhelte az alacsony jövedelműeket. Önök most azt mondják, hogy az SZI 1%-os csökkentése 120 milliárdot hagyott az embereknél, de ez az átlag. Önök nem beszélnek arról, hogy ez a 120 milliárd hogyan fog megosztani a szegények és a magasabb jövedelműek közül. Többször elhangzott már az elmúlt napok vitájában és ma is, hogy ez az 1%-os csökkentés a nagy jövedelműeknél nagy összeget hagy, az 1 millió forint havi keresetűeknél 10 000 forintot, és addig, amíg valaki kevesebbet keres 100 000 forintos jövedelemnél, ez havi 1 000 forintot jelent. Tehát itt is látszódnak a különbségek. És amikor erről a különbségről beszélünk, érdemes egy kicsit kitekinteni a nemzetközi folyamatokra, és nemzetközi összefüggésekbe helyezni ezt a kérdést. Nem véletlen, hogy ma már egyre több közgazdász azt mondja, hogy a társadalmaknak a szétszakítottsága, tehát az, hogy egyre kevesebben fölözik le a gazdasági növekedés hasznát, és egyre többen szegényednek el, ez egyáltalán a fejlődésnek az akadálya. Gondoljunk bele, hogy az így lerongyolódott, kizsákmányolt munkaerő mire képes, nem képes kreativitásra. Tehát ezen biztos, hogy változtatni kell, és így nem csak Magyarország, és nem csak a világ, tehát mindenhol alapvető feladat az, hogy hogyan lehetne ezt a szakadékot beásni, és hogy minél szűküljön a rés a gazdagok és az egyre jobban elszegényedő emberek között. Ez nagy kihívás, és nyilván ennek az egyik kulcsa a több kulcsos személyi jövedelemadónak a visszaállítása, de az is biztos, hogy sokkal mélyebben, alaposabban el kell gondolkodni a vagyonadó tőkejövedelmeknek a megadóztatásán. Ha ezen nem fogunk változtatni, akkor biztos, hogy az ország nem fog a felemelkedés útjára lépni. Az LMP szerint tehát vissza kell hozni a progresszív jövedelemadót, erre mi megfelelő indítványt is beterjesztettünk. Ez a járulékokat is csökkenteni 6,5%-kal, azaz a munkavállalói járulékteher 12% maradna. Az SZI 0% lenne a minimálbérig, 12% az e feletti jövedelmekre az átlagbérig, és 24% az átlagbér feletti jövedelmekre. Ez mindenki számára megteremteni, hogy a létminimum szintjéig a jövedelme adómentes legyen. És nem csak a minimálbért keresőknek, ezt hangsúlyozzuk, hiszen a progresszív személyi jövedelemadó lényege, hogy magasabb adókulccsal csak az adott határ feletti jövedelem adózik. Azaz, a nettó jövedelme mindenkinek nő, az átlagbérnél ez a növekedés havi 38 000 forint, ami feljebb csökken ugyan a belépő magasabb kulcs miatt, de még sokáig érezhető. Mindez egyben emelni az olyan tőkejövedelmek, mint az osztalék terhelését is, ami megfelel azon elvnek, hogy a tőkejövedelmek és a munkajövedelmek adóztatását közelítsük egymáshoz.
A másik kérdés, erről is ma már többször volt szó, a sertéshús áfájának 5%-ra történő csökkentése. Ezt mi nagyon kevésnek tartjuk. Tulajdonképpen azt gondoljuk, hogy néhány a kormánytól nem túl távol álló nagyvállalkozónak segít fenntartani a vágóhídját és üzemét, és esetleg fehéredik valamit a piac, de nem túl sokat. Egy embernek az átlagos 2,5 kilogrammos fogyasztás mellett ez egyébként 500-700 forint spórolás jelent havonta. Tehát az áfa 5%-ra való csökkentése, ez körülbelül havonta 500-700 forint spórolás jelent. A gazdagok viszont, akik egyre több húst fogyasztanak, persze megint nyernek. Feltéve, ha az áfa csökkentés érvényesül a fogyasztói árakban, ami egyáltalán nem biztos. Az LMP is régóta hangoztatja, hogy káros dolog az alapvető létfeltételt jelentő élelmiszerek ilyen szintű adóztatása. Az alapvető élelmiszerek adóját alacsonyan kell tartani, más országokban ezt már rég felismerték. A magyar kormánynak ez az ötlet talán azért nem tetszik, mármint az, hogy az alapvető élelmiszerre általánosan terjesztjük ki a csökkentést, mert az alapvető élelmiszerek olcsóbbá tétele nem a gazdagoknak kedvez, hiszen az élelmiszerek fogyasztása korlátos, a jövedelem emelkedésével aránya a fogyasztói kosárban csökken. Az LMP erre vonatkozóan is benyújtott módosító javaslatot, ami a zöldség, gyümölcs, gabona és tejtermékek, édesvízi halak és egyes húsfélek áfájának csökkentését jelentené. És ha áfa csökkentésről beszélünk, akkor még nekünk az is a további javaslatunk, hogy a tömegközlekedés áfáját is csökkenteni kell 27%-ról 5%-ra. Ez az egyszerű dolgozóknak, ingázóknak segíteni az elhelyezkedést, területi zárványok felszámolását. Éppen tegnap panaszkodott Lázár János miniszter úr, hogy a tömegközlekedés túl drága. Ebből ő azt a következtetést mondta le, hogy az autós közlekedés terheit kell csökkenteni. A mi következtetésünk ellentétes. Éppen, hogy a környezetileg és társadalmilag hatékonyabb közösségi közlekedést kell elérhetőbbé tenni, mind árban, mind szolgáltatásban. Érdekes intézkedés a házi orvosok iparizési adó alóli mentességének megteremtése. Támogatandó, hogy az egészségügyi béreket rendezzük, hogy a rengeteg üresen álló háziorvosi praxis vonzóbb legyen. Ugyanakkor ez az intézkedés egyrészt megint az önkormányzatokra rak terhet, másrészt épp ott nem segít, ahol a leginkább kéne. A szegény önkormányzatok nem nagyon tudnak majd kedvezményt adni, részben mert minden fillére szükségük van, részben mert már eddig is olyan alacsonyra vitték le az iparűzési adó mértékét. Nem támogatandó a csomagból az úgynevezett növekedési adóhitel bevezetése sem. Ez az intézkedés gyorsan növekvő cégeknek adná meg azt a kedvezményt, hogy nem kell az adott évben befizetni nyereségadójukat, hanem azt később elhalasztva tehetik meg. Elég érthetetlen számunkra, hogy erre miért van szükség. Egy gyorsan növekvő KKV-nál egyébként is gyorsan bővülnek a források, amiket beruházásra fordíthat. Ráadásul tudjuk, milyen cégek bővülnek a leggyorsabban. A közbeszerzési pályázatok királyai, Tibor István és Mészáros Lőrinc cégei. Nekik egyébként tényleg felesleges további kedvezményeket adni. Köszönöm a figyelmet.